Szép jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Két témával foglalkozunk mai magazin műsorunkban részletesen. Sodár Anna Mária és Török Máté a Versek és a Zene Birodalmába repítette a Királykúti Esték közönségét. Látod-e, amit hallasz című műsorukban a költői képek a zene és az ember kapcsolatának mélységeit mutatták be. Királykút emlékházban folytatódott Bakonyi István műsor sorozata. A József Attila Díjas irodalom történész ezúttal két olyan vendéget invitált meg Székesfehérvárra, akiket méltán tartunk számon a magyar irodalmi zenei élet élvonalában. Sudár Anna Mária és Török Máté összeállításában a klasszikusok sora Arany János, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Vörös Sándor mellett több kortárs költő verseire is rácsodálkozhattunk, elmondva vagy elénekelve. Az olvasás az a legkreatívabb tevékenység szerintem, és amikor olvasunk valamit, egy verset, egy regényt, egy drámát, akkor azt nekünk újra kell teremteni. Itt nagyon fontosnak érzem a látást. Majdnem azt mondtam, hogy a színről színre látást, vagy éppenséggel az is eszembe jut a Bibliából, hogy a hit hallásból van. Arról nem is beszélve, hogy itt olyan egyéniségek jöntek el ma a Királykút, akik már voltak itt egyébként más felállásban, hiszen Török Mátéről tudjuk, hogy a Misztrál együttes oszlopos tagja. Sudár Anna Mária pedig a másik oszloppal, Mikával tartott itt az Arany Bitcenterium keretében nagyon szép műsor. Örömmel várom, hiszen itt mindig a költészet, az irodalom lényegéről esik szó. Itt van az ősz. Itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem. De szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy beszélt. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad reggele, akikkel. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggel, és álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedved. Én olyan hegyével lantomat megpendítem, altató dalod gyanánt zeng vél a csendes énekel. Kedvesem,
Költői képek, hasonlatok, ritmus, rímek, verzene, költői eszközök, amelyek láttatnak, mozgósítják a homlokunk mögött rejlő belső vetítővásznat, és szívünk bordarejtekében az egyénre szabott beépített multimédiás eszközt, ami sokkal nagyobb csodákra képes, mint korunk multiplexei. Én azt gondolom, hogy mindig az a fontos, hogy amikor fellépünk verset mondani, énekelni van lehetőség, akkor azok, akik jelen vannak, azok tényleg figyeljenek, illetve hogy mi olyanok legyünk, hogy érdemes legyen ránk odafigyelni. Tehát ez mindenképpen egy közvetítő szerep, akár énekeljük, akár mondjuk a verseket. Honnan jött a gondolat, hogy ilyen formában közvetítsétek azokat a verseket, illetve dalokat, amelyek ebben a műsorban szerepelnek? Tulajdonképpen nagyon praktikus oka is van ennek, hogy az ember, amikor műsort szerkeszt, akkor általában egy szerzőköré építkezik, vagy valamilyen témaköré, sokszor az emlékévek is meghatározzák az elvárások mentén, hogy milyen műsorral készülünk, de mindannyian tudjuk, hogy a vegyes műsorok, mi csak így szoktuk hívni, tehát amiben van komoly vers, vidám vers, régi vers, kortárs vers, az mindig nagyon izgalmas lehet a nézőnek, legalábbis színes. És akkor jött ez a gondolat, hogy a költészet befogadás igazából leginkább arra a benső vetítővászonra van szükség, amely mindannyiunknak ott van a homloka mögött. És hogy kifejezetten olyan verseket válogassunk össze, amelyek csak annyiban kapcsolódnak egymáshoz, hogy jellemzően a képei azok, amelyek átadják mindazt, ami a költői szándék, vagy éppen a szövegek elemzése kapcsán kiolvasható belőlük, hogy egy kicsit körmönfontan fogalmaztam meg, de a lényeg minden esetre az, hogy a metaforikus versek, áttételes jelentésű képeket hordozó szövegek sorjáznak itt egymás után. Tükrök potyognak a szívünk, áldott apró csepp, lehullva vízi folyamán veszett. Anyjuk a felhő, apjuk a szel, egyre több a kicsi tekergő, fogócskáznak, gergetőznek, földre hullva levetkőznek, levetkőznek, szeretkeznek, önkívülten embernek, embereknek felvegyülnek, a tömegben. Elmerülnek, sitatnak, növényeket fakasznak, s végül anyaként élnek a föld gyermekén. Török Máté ihletett versdalainak középpontjában az ember, mint teremtett személy áll, aki élete folyamán szembesül a születéssel, a halállal, a szerelemmel, a hazával, a hittel, a családdal, az emberséggel, az embertelenséggel, és segít elkényelmesedett képzeletünknek, hogy megtaláljuk a belső hangzást. Anna Máriával több közös műsorunk van, nem csak ketten, hanem mind Misztrál együttessel is közös műsorunk. A Várakozás Zsoltára adventről szól, az Asperges Mi című műsorunk a pálos rend történetről szól, és ezek a korábban készült műsorok beigazolták, és megmutatták számunkra is azt, hogy a vers elmondva és énekelve egymás mellett nagyon helytálló dolog tud lenni. Nem csak azért, mert máshogy mutatja meg magát egy költemény, hogyha prózában hangzik el, és másként mutatja meg magát, hogyha zenével, hanem azért is, mert maga a versnek különböző életei vannak a hallgatóságban is. Tehát egy vers mást tud mondani ugyanannak az embernek különböző életszakaszaiban. Ehhez segít hozzá egy vers mondó is, meg egy vers éneklő is. Ebben a műsorban azt próbáljuk megmutatni, hogy mennyire színesek azok a versek, amelyek körbevesznek bennünket, és versmondóként és verséneklőként is tapasztalható az, hogy azok a költői képek, amelyeket megírtak klasszikusaink vagy kortársaink, azok mennyire
színesen és mennyire többféleképpen tudnak megjelenítődni abban az emberben, aki nem kapja készen vizuálisan mondjuk egy mozivásznon azt a költői képet a rendező által megjelenítve, hanem az ő saját fantázia világjában miként tud megjelenni. Egy kicsit olyan, mint a gyermekeink, amikor mesét mesélünk neki, és valami álomvilág jelenítődik meg, és amit tapasztalunk és hallunk, és hogy minél kevesebb tévét néznek mondjuk a gyerekek, annál színesebb ez a fantáziavilág. Miként tudunk felnőttként vagy idősebb gyermekként visszatérni ehhez a fantáziavilághoz? Hiszen a költők ebben éltek benne. Olyan látásmódot képviseltek, amelyet laikusként vagy rohanó munkaközti időkben nagyon kevésszer látunk meg. Elrohanunk mellette, meg elballagunk, mögötte, előtte, de nagyon kevésszer vagyunk abban az állapotban, hogy hirtelen ezt realizálni tudjuk. Látod-e, amit hallasz? Kérdezik tőlünk a műsor címében a versmondó és a verséneklő. Visszaemlékezve a mindenkori gyermekre, akinek képzelete minden nehézség nélkül jeleníti meg a hallgatott mesét és verset, s boldogan ismétli a ritmusos szöveget, mondókát, feladatának is tartja, hogy ismét felhangosítsa a régi korokban eredendően is élő szóban közvetített költészetet. Országos jelentőségű kiállításnak ad otthont a Kápolnás Néki Halász Kastély, a Puszták Aranya című tárlaton az avarok és a honfoglaló magyarok régészeti hagyatékával ismerkedhetnek meg, láthatóak a Nagyszent Miklósi kincs hiteles másolatai, és László Gyula régész történész professzor a honfoglalást korát bemutató lenyűgöző szépségű eredeti grafikái is. Huszonhárom aranyedény maradt fent a Nagyszent Miklósi kincs néven ismerté vált legendás leletegyüttesből. Az avarkori aranytárgyak több mint 200 éve kerültek elő, és végül Bécsben kaptak helyet. A műkincs hiteles másolata a Szegedi Móra Ferenc Múzeum tulajdonában van, ezúttal pedig a Kápolnásnyéki Halászkastélyban látható. Gyakorlatilag ugye azt kell tudni, hogy a Nagyszent Miklósi kincs, amikor megtalálják, akkor még ugye Bécsbe kerül. És készítenek belőle akkor három hitelesített másolatot, egy lekerül Szegedre, hiszen a szegedi gyűjtőterülethez tartozott volna Nagyszent Miklós, egy kerül Budapestre, egy pedig több darabban kallódott az országban, Nyíregyházában például 5 példány belőle, illetve azok szétszóródtak. Valószínűleg az volt a cél, hogy a megtaláló helyszínre is eljuttassák ezt a kincset, ha már nem maradt itt. Ez most Bécsben a Kunsztor és a Múzeumban látható. Viszont szóval a mi másolatunk ugye a 19. században készült, a legtöbb ki van súlyozva, ami azt jelenti, hogy minden formációjában megegyezik az eredetivel, csak nem színaranyból készültek, gyakorlatilag ennyi a különbség. Kézzel készítették őket, tehát részből lett kikalapálva, tehát még azzal a technikával is. Én azt gondolom, hogy ennél élethűbb, vagy ennél jellegzetesen másolatokat nem nagyon tudnánk elképzelni. De magáról ugye az eredeti kincsről is nagyon sok izgalmas dolog elmondható, hiszen ez egy igazán kimagasló lelet, mondhatjuk ezt, nem? Így van, hát gyakorlatilag mondhatjuk a top 10-be erősen benne van ez a kincslet, és az a motivumrendszer, még az MS-álma például, ami átívódott a magyar köztudatba, és ugye csomó helyen ábrázolják, ugye ugyanerről az egyik a kettes számú korsóról van, illetve hát azért nagyon sok eredeti műtárgy, hát szerintem mint 200 eredeti műtárgy is van ezen a kiállításon, ugye az avarkorból és a honfoglaláskorból, valami ne felejtsük el, hogy az Attila kardja, vagy Árpád kardja, vagy Bécsi szabja néven is elhíresült honfoglaláskori szabja hitelesített másolata, és itt van, amit még Fettik Nándor készített, az mindenben megegyezik az eredetivel, tehát az az aranyozás az ott valódi is, tehát az annyira eredeti munka. A kiállításon László Gyula honfoglalás korát bemutató 50 eredeti grafikáját és Arany János Rege a csodaszarvasról című költeményéhez készített illusztrációit is bemutatták, az alkotó fiának, László Zoltánnak köszönhetően. Van-e a rajzok közül olyan kedvenc, amit kiemelne? Hát tulajdonképpen van. Van. A kedvencem az a Vége című rajz. Ugye, és összességében pedig azt mondanám, hogy ez abban az időszakban született, ami fontos,
amikor édesapám ugye nem kapta meg a katedrát az egyetemen, meg a múzeumi főigazgatói állás sem, és akkor kezdett neki annak, hogy a 44-ben megjelent honfoglaló magyar nép életét tulajdonképpen megjelenítse valahogy a közönség számára képekben. És akkor látott neki ennek a sorozatnak. Mondhatjuk azt, hogy a katedra helyett akkor a rajzokon keresztül tanított, mégiscsak valahol megmaradt, hiszen azért nagyon, nagyon sok mindent elmondanak honfoglaló őseinkről ezek a rajzok. Hát lehet ezt mondani, mert ahány emberrel csak találkoztam, akik őt nem ismerték, de ezeket a rajzokat tulajdonképpen majdnem mindenki. Olyan örömmel mondták azt, hogy én ezeken a rajzokon nőttem fel, és innen ismertem meg. Tehát ilyen értelemben valóban ezzel tanított akkor. Ilyen szenvedélyesen kötődött a múltunkhoz, a magyarsághoz? Azt kell mondjam, hogy igen, igen. Szenvedélyesen az a kutatónak a szenvedélye volt, hogy szeretett volna minél többet megtudni róluk, és ez egy borzasztó nehéz feladat volt, mert nyilván hát mi marad meg, 1000 év után megmaradnak apró tárgyak, ez az amaz, és ebből rekonstruálni, na ez volt a művészet tulajdonképpen, amivel előállította ezt az egész anyagot. A Puszták Aranya című időszaki kiállítást Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke nyitotta meg. Ez most egy kivételes hangos esemény, hiszen Nagy Szent Miklósi kincs, ez a magyar kultúra elidegeníthetetlen része, és László Gyula professzor megfogalmazásában a magyar őstörténet termékeny bizonytalanság. Most ebben a termékeny bizonytalanságban élni és csodálni ezeket a gyönyörű arany tárgyakat, leletet, ez embernek beindítja a képzeletét, és nehéz feladat elé állítottak, hiszen most nekem valamilyen formában egyeztetni kellett a sokféle véleményt, és nem jó, hogyha a politikus fogalmazza meg a kutatók helyett az ítéletet, vagy a következtetést, de annyi közöm azért van ehhez, hogy Attila Istenkardja, Rokkopera, vagy most legutóbb a Csaba Királyfi színjátékkal közel kerültem ahhoz a korszakhoz, amelyek végül is itt kincsleletek formájában kerülnek a látogatók elé. A kincslelet is csodálatos, meg hát ezek a grafikák is, amik ugye a fiaként, a régész professzor fiaként elsőként láthatóak. Ez is egy kuriózum, azt hiszem. Igen, és hoztam 20 könyvet, mégpedig László Gyula képeivel a Reggel csodaszarvasról, amely itt a Belence nevű településen, a temetőben, Mulla Szadik sírját fedeztük föl jó néhány esztendővel ezelőtt, felújítottuk, és ez a Mulla Szadik Vámbéri Árminnak volt a szolgája, tatárja, kísérője. Eljött Budapestre, itt élt, és pontosan akkor még Pest-Buda volt, tehát itt élt az akadémián, volt irodaszolga, és megtanult magyarul, és lefordította üzbég nyelvre a Reggel csodaszarvasról című gyönyörű Arany János elbeszélő költeményét, és ezt jelentettük meg, és az üzbég diákoknak, iskolásoknak küldtük át azzal, hogy igen, összeköt bennünket a rokon tudaton túl, például ez a Mulla Szadiknak az emlékezete, akinek itt a sírja mellett ünnepeltük, emlékeztünk az üzbék köztársaság kikiáltásának 20. évfordulójára. A megnyitón elhangzott, hogy László Gyula maga is foglalkozott a kincs eredetével, a rovásírás megléte vagy hiánya alapján pedig két részre bontotta, a kincset a honfoglalóknak tulajdonította. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!